szépen mondjuk mondhatom. Nem nagyok, hogy esik az eső, meg egy sírkőből jövök ki, és le vagyok rohadva félig, de... A pofám leszakad szó szerint, hát... Úristen... Itt semmi nincs. De... Hé, a... Jaj, na ne basszál már, hogy a régi házamnak is annyi lett. Istenem, hát... Itt az oltárom is, de... Jaj, ez a rémes látomás. Úristen. Igen, Hírobrány tényleg itt kísért, vagy nem tudom mi. Jó, akkor nézzünk körül, hogy Isten már van itt. Nem tudom, de úgy megéheztem. Mondjuk valahogy nem emberi adat kívánok, de... Lehet, hogy éppenséggel azt is elfogadnám, de most az jobban érdekel, hogy itt mi lett a vasúttal, vonattal. Nem is láttam, hogy itt valaha ment volna, pedig ez egyértelmű, hogy itt volt. A szakadó eső elrontja a lelki világomat, így is már van ilyen. Van valami a régi portálból kifele jövett. A táblát már leszette valaki. Na és még az a portál is szét van törve, hát ezt nem hiszem el. Romulusom vagyok én még egyáltalán? Még ez a malac sem ugyan, mint az eddigi tesszük, amikkel dobagoltam és malacgoltam meg ilyenek. De mi az ott? Egy kastély. Dezső, menj minden, mert megeszlek. Oh, kezd fájni a fejem. Mi volt ez a... Hú, pont el is kerültem még a lövését, fú de jó. Isten vert a szal, a szívbajt hozta rám, hát. Hú. Borzalmas álom volt. Olyan büdös van, remélem nem szartam be, bár... Nem hiszem, hogy nagyon sok esélye volna. Most a kérdés az még egyébként, és akkor elmegyek innen az egészen biztos, mert itt valami történni fog velem még, úgyhogy nem akarok tovább szórakozni ezekkel a felső erőkkel. Csak az a kérdés, hogy ezt a virágos követ elvigyem-e. Mert hát azért mégiscsak szép minden. Ami most túlélős volt játszunk, nem pedig ilyen izé. Építgetős lószart, úgyhogy el is mennek a francba innen. Azt hiszem, akkor neki is fogok a másik lényeges dolognak. Ugye meg kell még csinálnom a létrákat, meg ilyesmiket, tehát ja, meg ilyet, akkor már barlangot is kéne keresnem. Igen. Meg hát utána majd kell várnom is, hogy elterjedjen végre a fű. Lehet, hogy mások értelme nincsen, mert remélem, hogy nem sokáig leszek már ezen a szigeten, de hát tudjátok, hogy azért szükség lesz rá. Látom, azért szépen terjed a fű, már egészen idáig eljött. Meg kell számolni, hogy milyen messze vagyok úgy kb. De milyen hosszan megy ez a kis nyúlvány. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, kb. 20-24 blokkig. Szerintem ez úgy kb. Elég lehet arra, hogy majd oda
spunnuljanak a másik végébe az állatok. Egyelőre nem kell. Na. Megteszek valami dolgot, amit már baromi régóta meg kellett volna tennem. Ezeket a férgeket kivágom. És bedobom a lávába. Alatta lévő blokkot vágom körülni, hogy nekem utána jöjjön meg, bazd meg. Lehet, hogy esetleg elteszem ilyen védelmi célokból. Vagy valami ilyesmi. Mondjuk azt sem tudom, hogy itt kiásom a homokot, és alatta még kijön valami, és így pofám harap. Én akkor itt akkor elsikítok, hogy ezt izé még Judas Priest ténylegesen is megirigyelni. Ahogy látom, szerencsére ettől nem kell félnem. Ó, és pont elég is volt rá az ásó. Na. Oké, akkor ezt a szart elpakoljuk innen a francba. És az aranyalmát elfogyasztva akkor irány a barlang. Nem is volt eddig igazán semmilyen komolyabb akció, tehát itt az ideje, hogy végre neki kezdjünk. Ja, illetve azt ne felejtsük el, hogy egyébként tudok csinálni most már nyilat. Vagyis nem nyilat, hanem ijat. Mert van hozzá elég stringem. Csak mindig elfelejtem, hogy hogyan kell a receptjét. De azért csak meg lesz. Szerintem így kell. Ó, kész is van. Milyen szép díszes íj. Érdekes mondjuk. Olyan, mintha nem is én magam építettem volna, de hát ki más csinálta volna, ha nem én. Na akkor elteszem ezeket a szírszarokat. És akkor kőkardot és a fakardot is. Hülye, hogy a fakardot bunkót, mert az sem kell. Van itt egy gyönyörű díszes aranykard. Illetve bekészítem ide azért a nyilakat, hogy hát értitek, lássam, hogy mennyi van. Valahogy így össze is oktajálom a cuccokat, hogy el is tudjam őket érni. Profi módon, valahogy így király. És akkor indulhatunk is el.